Jó estét kívánok a Szombathelyi Televízió nézőinek, Önök a Hétvége magazinját látják. A mai adásunkban is sok érdekes témával készültünk. Hangolódunk a szüreti mulatságra, vendégvárásra, tök magos pogácsa és egy gesztenyés finomságot is készítünk. Ellátogatunk az élelmiszer és földmérési technikum nyílt napjára. Vendégemmel az őszi bőrápolásról fogok beszélgetni. Lezárult egy magyar-osztrák határon átnyúló program, kutyavirág rovatunkkal is érkezünk, illetve jótékonysági rendezvény lesz a Daganatos Gyerekekért Közhasznú Alapítvány részére. Tartsanak velünk! Készültünk Önöknek egy kis finomsággal a szüretre és a szelíd gesztenye szezonra. Borkóstoláshoz egy omlós, tök magos pogácsát ajánlunk, aki pedig az édességeket szereti jobban, kóstolja meg az igazi gesztenyés pozsonyi kiflit. A recepteket ezúttal is az Élelmiszeripari Szakgimnázium szakoktatója, Pontsák Péter mutatja be Önöknek. Szeretettel köszöntöm a Szombathelyi Televízió nézőit, innen az Élelmiszeripari Iskola tanüzeméből, és a mai nap pozsonyi kiflit fogunk készíteni. Nálunk itt az iskolában pékek és cukrászok is tanulnak, ezért választottuk a mai napra ezt a terméket, mert pékségben is készítik, és cukrásztában is. És mivel most ősz van, a gesztenye szezonja, jelenleg akkor gesztenyével fogjuk tölteni. A pozsonyi kifli készítését nekünk bemutatja Nóri. Egy élesztő és omlós tésztát fogunk készíteni. Az első lépés, hogy a lisztet a margarinnal elmorzsoljuk. A tejet az élesztővel elkeverjük, közben segítek. Azért nem futtatjuk fel az élesztőt, mert egy hűvös tésztát kell, hogy kapjunk, hiszen nem célom, hogy most hirtelen megkeljen a tészta, mert ennek később lesz majd jelentősége a keresztésnél. Nóri ügyesen el is morzsolta a margarint, hozzáteszi a porszerű aranyagokat, az élesztő szuszpenziót és a tojást. És határozott gyors mozdulatokkal egy nemű tésztát gyúr. Nóri ügyesen összegyúrta a tésztát. Az elkészült tésztát berakjuk a hűtőszekrénybe körülbelül fél órára pihentetni. A hűtőszekrényben pihentetett tésztát 45 g-os darabokra osztjuk. Utána a kis tésztadarabokat megpróbáljuk kicsit felgömbölyíteni. A tésztát, ahogyan meggömbölyítettük, egy kicsit meg is gyötörtük, ezért ismét hűtőszekrényben pihentetjük negyed órát. Fóliával letakarom, hogy ne száradjon meg. Amíg a hűtőben pihen a tésztánk, elkészítjük a tölteréket. Javaslom, hogy jó minőségű gesztenyemasszát vásároljanak, körülbelül olyan 70% gesztenye tartalommal. Hogyha natur gesztenyét vásárolnak, akkor viszont ízesíthetjük rommal és sárga barackízzel. Kimérjük 25 g-os gombócokra, és ha nagyon törik, ugye akkor még át lehet gyúrni vízzel, és ebből a golyóból próbálunk ilyen hosszúkás rudakat formázni, hogy a kiflibe végig legyen majd töltelék. 15 perc pihentetés után kinyújtjuk a tésztát ovális alakúra. A kinyújtott tésztákra ráhelyezzük az előkészített tölteléket. Kicsit még ujjal igazítunk rá. Szépen ráhajtjuk. Egyszerre csak 5 tésztával dolgozunk, mivel nem célom még mindig a kelesztés. Szépen hasasra formázzuk a tésztát, de ne hegyezzük ki túlságosan, mert akkor megég a vége. Szépen elnyomkodjuk, ne maradjon levegő a töltelék mellett. A megformázott kifliket azonnal lekenjük tojássárgájával. Mindenhol szépen egyenletesen, amit majd hűvös, húzatos helyen rá fogunk szárítani. A
rászáradt tojás sárgáját úgy tudjuk megnézni, hogy tökéletes-e, hogy ujjal megtapogatom, és nem ragad rá egyáltalán az ujjamra. És hogy segítsük a cserepesedést, ezért Nóri egy kicsit megtördeli. Majd tojásfehérjével vékonyan lekeni. És a fényezés után fogjuk keleszteni. Meleg helyen. A megkelt tésztákat 190-200 Celsius fokon sütjük. Körülbelül 10 percig. Ha betartjuk ezeket az instrukciókat, akkor ilyen gyönyörű felületű késztermékeket kapunk. A tradicionális pozsonyi kifliket kétféle alakzatban készíthetjük, ugye patkó alakúra, vagy úgynevezett ácskapocs alakúra. Mivel nem látunk bele a termékbe, így különböztetjük meg, hogy diós vagy mákos. De a mai nap önöknek gesztenyésen készítettük el. Készítsék el önök is otthon, jó étvágyat kívánunk hozzá! Egy kiváló borkócsolyával készültünk önöknek, mely alkalmas lehet a születi mulatságokhoz is. Egy tök magos pogácsát fog nekünk elkészíteni Bíborka, amely egy élesztős omlós tészta. Először a lisztet margarinnal elmorzsolja. Közben az élesztőt megpróbálom elkeverni a tejfölben. Ha elkészült a morzsolás, hozzáteszünk sót, és elkeverjük a morzsalékban a durvára összevágott tökmagot. Hozzáteszünk egy egész tojást, és a tejfölben elkevert élesztőt. Bíborka gyors, határozott mozdulatokkal összegyúrja a tésztát. A hűtőszekrényben pihentetett tésztát, amely akár egész éjszaka is pihenhetett, körülbelül únyi vastagságúra nyújtjuk. Felületét késsel díszítjük, ez tetszőleges, lehet akár négyzet, rombusz, de akár a szaggatóval is lehet mintázni. Lisztbe mártott szaggatóval kiszaggatjuk. Tenyér élen egy picit meg lehet sodorni. Ne dőljenek el. Felületét tojásozzuk, hogy szép fényes legyen, majd reszelt sajttal meghintjük. Az ínyencek akár füstölt sajtot is használhatnak hozzá. A maradék tésztát természetesen újból összegyúrhatjuk, ismét kinyújthatjuk és szaggatjuk. Az elkészült pogácsákat körülbelül 30-40 percig meleg helyen kelesztjük, és utána pedig 200 fokon körülbelül 10 percig sütjük. Az elkészült pogácsa frissen a legjobb, de néhány napig még nyugodtan fogyasztható. Vihetik magukkal születi mulatságra, túrázáshoz. Kívánom, hogy készítsék el önök is otthon. Jó étvágyat kívánunk hozzá! Nyílt napot tartottak az Élelmiszeripari és Földmérési Technikumban. Az érdeklődő diákok megismerkedhettek az itt tanulható szakmákkal, illetve az oktatáshoz használt eszközökkel is. Hallhattak az ösztöndíj lehetőségéről és a hamarosan induló duális képzésről. A sütő és cukrászi
Pályaválasztás előtt álló diákok lepték el az élelmiszeripari és földmérési technikum épületét szerdán reggel. A nyílt napot az intézmény igazgatója nyitotta meg a díszteremben, az ösztöndíj lehetőségéről is beszélt. Immár a 100-168 ezer forintig a túli határok a tanulmányi átlagtól függenek. A nyílt nap célja, hogy az érdeklődő tanulók és szüleik betekintést kapjanak az iskola életébe, és belelássanak a szakmatanulás folyamataiba, illetve megismerjék az ehhez szükséges eszközöket. Azok, akik földmérőnek készülnek, ki is próbálhatták a szintezőt. Három vonalat fogsz látni, van egy fölül, középen, meg egy alul. És akkor ezt úgy kell csinálni, hogy leolvasod a három értéket. A földmérőszak az, ami izgalmasan hangzott a programfüzet alapján. Interneten néztem utána, egy-két ismerős is oda ment tovább tanulni. Akiket inkább az élelmiszeripar érdekel, ellátogathattak a tankenyérboltba és a sütődébe is, ahol majd a gyakorlatban tanulhatják meg az általuk választott pék, cukrász vagy pékcukrász szakma fortéjait. A technikumban most indul a duális képzés, amellyel a tanulók még nagyobb tapasztalatot szerezhetnek. Ez megkönnyíti a későbbi elhelyezkedésüket. Most tulajdonképpen ami újdonság, hát a szakképzési törvény és a végrehajtási rendelet ugye 2019-20-ban egy teljesen új, vagy idézőjelben megújuló szakképzést indított el, és ennek egy része, amit úgy nevezünk, hogy duális képzési forma, tehát hogy a tanulók szakképzési munkaszerződéssel szakmai tapasztalatot szerezhetnek, aminek komoly anyagi lehetősége is vannak. Ez tulajdonképpen technikumi szinten most 11-ben élesedik az iskolánkban, illetve úgynevezett ágazati képzőközpont keresztül a szakképzőiskolai tanulóink is most ismerik meg ezt a lehetőséget. November 10-én újabb nyílt napot tartanak az élelmiszeripariban. Már javában tart az ősz, és ilyenkor sem érdemes elfeledkezni bőrünk ápolásáról. Vendégem Dudok Anett, a Magister Products üzletvezetője. Szia! Köszönöm szépen a meghívásatokat! Hát most, hogy beköszöntött a hűvösebb időjárás, ilyenkor mire kell odafigyelnünk a bőrünk ápolásával kapcsolatban? Az őszi időszakban is minden esetben felhívjuk a figyelmet arra, hogy ne feledkezzünk meg a bőrápolási rutinunknak a helyes felépítéséről. Ez alatt azt értenénk elsősorban, hogy egy bőrtípusunknak megfelelő arctisztító hab, illetve zselé felvitele után használjunk egy bőrünk igényeire szabott tonizálót, majd ezt kövesse a szérum felvitele, ezután következzék a szemkörnyékápoló, adott napszaknak, illetve bőrtípusnak szintén megfelelően, majd következhet a hidratálókrém, illetve végül a fényvédő. Mennyiben változik ilyenkor a bőrápolás, mint nyáron? Annyiban változhat ilyenkor a bőrápolási rutinunk, hogy célszerű ilyenkor egy kicsit konzisztensebb állagú termékeket bevezetni a bőrápolási rutinba. Tehát például a zselés állagú arctisztítókat felválthatja esetleg egy teljes textúrájú, egy lipidekben gazdag arctisztító, illetve a szokásos folyadék állagú folyékony szérumunkat például egy olajos textúra is felválthatja. Azt tapasztaltam, hogy nyáron azért nagyon sok mindenkinek előjöttek a bőrén különböző pigmentfoltok. Ilyenkor tudjuk legjobban kezelni őket, és hogyha igen, akkor hogyan? Igen, az őszi időszakában minden esetben nagyon kedvező lehet. Ilyen esetben egy életmódbeli változás is, illetve egy bőrápolási rutinbeli változás is szükséges, hogyha tartósan szeretnénk pigmentfolt halványító eredményeket elérni. Természetesen fordulhatunk kozmetikushoz is, különböző professzionális arctisztító, illetve pigmentfolt eltávolító, hámlasztó kezelések érdekében, de az otthoni bőrápolási rutinunkban is vannak olyan hatóanyagok, amik bevezethetőek. Ilyenek például megfelelő koncentrációban AHA-savas szérumok, melyet egy héten két alkalommal nyugodtan felvihetünk az arcunkra. Bocsánat, mielőtt tovább futnál, mi az az AHA-savas szérum, hát ha nézzük, nem tudnák. Ezek AHA gyümölcsavas szérumokat jelölnek, megfelelő koncentrációban. Ez egy vízoldékony sav, ami nem csak a pigmentfoltok halványítását segíti elő, hanem a bőrfelszínen lévő apró kis barázdákat is segít kisimítani. Tehát egy anti-age hatású hatóanyagról van szó, ami egy ilyen bőrszépítő, bőrfiatalító, bőrtextúrát javító hatású. Ez egy olyan, mint egy arcradírként képzeljük el, csak kémiailag? Igen, tulajdonképpen peelingként is használ, így van, a bőrnek a legfelső rétegét segít megújítani, de ezeknek a hatóanyagoknak a beszívódását egyébként még elősegíthetjük különböző peelingek, illetve arcradírokkal. Az arcradírok peelingek között megkülönböztetünk enzimatikus peelingeket, ilyen
például az ananász enzim, a bromelin egy nagyon szuper jó kis hatóanyag, de megkülönböztetünk ugye alhasavas, tehát gyümölcsavas peelingeket, melyek a bőrnek a felszínén lévő kis elhalt hámsejteket távolítja el, effektíve feloldja ezeket, és segíti azt, hogy a bőrképünk megújuljon, eltávolodjanak ezek a szürke kötfátyolt beterítő kis elszíneződések a bőrről, illetve vannak úgymond mechanikai hámlasztó radírok is, ezek pedig apró kis szemcsékkel, például oliva, mandulahéj örleménnyel segítik eltávolítani a bőrünkről az elhalt kis hámsejteket. Ez függ a bőrtípusunktól, hogy milyen peelinget használjunk? Tehát mindenképpen mindenkinek ajánlott mondjuk a szemcsés peeling, vagy van akinek annyira érzékeny a bőre, hogy mondjuk csak egy kémiai hámlasztót használhatunk. Igen, ez így van. Nem mindenki számára előnyös például az enzimatikus, illetve az alhasavas peeling, illetve nem mindenki számára előnyös az, amikor mondjuk egy mechanikai peeling, tehát effektíve egy dörzsölést váltunk ki a bőrön. Például őszi időszakban nagyon sokszor felszoktak lángolni a rozáceás, ekcémás, ilyen hiperérzékeny bőrtünetei. Ilyen esetben nem annyira szoktunk mondjuk alhasavas peelingelést, illetve erős, dörzsölő peelinget sem javasolni. Ilyenkor egyébként nagyon jól működnek az olyan hatóanyagok, mint például az arbutin, ami egy olyan hatóanyag, melyhez nem kell dörzsölés, illetve nem kell effektíve ez a mechanikai hámlasztás, hanem gyönyörűen ez a hatóanyag a rozáceás bőr igényeire szabva is, savas hámlasztás nélkül is kifejti a pigmentfolt halványító hatást, és egy szép, egységes bőrfelszínt eredményez. Hogyha mondjuk rozáceás bőrű vendégeink keresnek meg azzal, hogy mégis szeretnének egy effektíve kis enyhe hámlasztást, hogy azért bőrképük megújuljon, mert mondjuk a rozáceás bőrtüneteken kívül előfordulhat olyan, hogy mondjuk egy pattanásos, esetleg gyulladt bőrképpel párosul ez, akkor ilyen esetben szoktam azt javasolni, hogy nyilván hetente csak egy-két alkalommal a bőrünk igényeire szabottan ezt kitapasztalva, mondjuk egy kis enzimatikus peelinget, mondjuk itt újra az ananásznak a kis bromelin enzimét tudnám javasolni, vagy mondjuk ezt az arbutin hatóanyagos kis radírpakolást nedves bőre vigyük fel, mechanikai dörzsölő, körkörös mozdulatok nélkül, hagyjuk fenn egy 5-10 percig nyugodtan pakolásként ezt a kis radírt, és akkor utána csak nyomkodó, nagyon kis enyhe mozdulatokkal, mondjuk fürdéstusolás közben öblítsük le az arcunkat. Nagyon fontos, hogy ezután, tehát a peelingelést követően használjunk a bőrtípusunknak megfelelő tonizálókészítményt, majd ezután jöhet az éppen igényeinkre szabott szérum. Ami mondjuk, hogyha egy esti bőrápolási rutinba illesztük be, akkor én nagyon szívesen javaslom ilyenkor az olajos szérum konzisztenciákat, illetve olyan hatóanyagoknak a bevezetését a napi bőrápolási rutinunkba, mint például a retinaturál hatóanyag. A retinál, ez egy retinoid származék, tehát egy A-vitamin származék, amely a pigmentfolt halványításon kívül remek bőregységesítő, ránctalanító, feszesítő, bőrtömörséget adó csúcskategóriás hatóanyagot jelent, és most már szerencsére a naturkozmetikumok világába is elérhető, tehát nem kell kompromisszumot kötnünk, hogy esetleg kemikáliát vinnénk fel a bőrünkre, a bőr megújítás és az egységes bőrkép érdekében. És mi a helyzet a tinédzserekkel? Mert úgy gondolom én laikusként, hogy nekik teljesen más bőrápolási rutin kell, hogy legyen, mint mondjuk egy 30 évesnek. Igen, igen, az igények mindig egyénre szabottak, illetve egy kis fiatal, tinédzser, esetleg pattanásos, gyulladt, szebórás, vagy nem egyszer száraz szebórás bőrére. Mindig az elsődleges tanácsom az lenne, hogy felejtsük el azt, hogy amit a testünk más testrészein használunk, például tusfürdőt, ezt elsősorban mondjuk a fiúk esetében javaslom, hogy azzal tisztítsuk az arcunkat. Tinédzser bőrápolási rutinba remekül beilleszthető a cink PCA, illetve a BHA hatóanyag az alhasavval ellentétben. Ez egy zsíroldékony sav, ami gyönyörűen segíti a bőrbarriernek a megújítását, a miteszere komedóknak az eltávolítását, illetve a bőrbarriert erősíti, azaz a bőrünknek a természetes megküzdési mechanizmusát. A szappanos arctisztítást azért kerülném, mivel a szappanok sajnos az elkészítési módjukból adódóan lúgos kémhatásúak, és az egészséges bőr PH-ban mindig a savas kémhatás felé kell, hogy tendáljunk. Most, hogy beköszönt sajnos a fűtésszezon, vagy már be is köszöntött, milyen hatással lehet a bőrünkre, az arcunkra?
Sajnos a rozáciás tünetek, tehát az extrém kipirosodó bőr tünetei fellángolhatnak, hiszen gyakran kint mínusz 0 fok körüli hőmérsékletről belépünk egy meleg fűtött helységbe, irodába, lakóhelyünkre. Ilyenkor sokszor vendégeim ilyen pattogó, feszítő, fájdalmas bőrérzetre is panaszkodnak. Ilyenkor nagyon szívesen javaslom azt, hogy a külső környezeti hatásokkal megküzdve antioxidáns C-vitamint arckrémben, illetve belsőleg is bevinni, nagyon-nagyon fontos. A kuperin hatóanyag rendkívül jó a rozáciás tünetekre, illetve a szokásos hidratálós, fényvédős arckrémünket, esetleg BB vagy CC krémünket, ami több funkciós termék, tehát egy bőregységesítő, nagyon jó kis hidratáló készítmények, melyek elfedik optikailag is a rozáciás kipirosodó bőrnek a tüneteit. Esetleg egy olajos szérumot is bevethetünk. Nagyon jó hatóanyag az organikus, bio, damaszkuszi szilva, magolaj, az argánolaj. Tehát ezek mind-mind olyan hatóanyagok, amelyeket gyönyörűen tudjuk növelni az arckrémünknek a konzisztenciáját. Tehát azt, hogy sose szabad azt hagynunk, hogy a bőrünk kiszáradjon, hogy egy száraz, feszítő bőrérzetet érezzünk, hiszen ez a későbbiekben a tünetek fellángolásához, illetve az arcbőrünknek az idő előtti öregedéséhez is vezethet. Hát Anett, nagyon szépen köszönjük a sok hasznos tanácsot. Köszönöm a meghívásotokat. Újabb és újabb fájdalomcsillapítók jelentek meg az állatgyógyászatban. Érdemes rendszeresen érdeklődni a lehetőségekről. Legnehezebb az időskori autózissal együtt élnie kedvencünknek, illetve hát így a gazdiknak is. Újra és újra látni, hogy kínlódik az állat, nem könnyű. Most két megoldásról is beszámol a Szombathelyi Állatkórház egyik vezetője, Peresztegi Attila. Mindig azt szoktam mondani, hogy egy állat nem úgy használja a négy lábát, nem úgy mozog, ahogy azt, hogy odafönt valaha elképzelték, az biztos, hogy valamire visszavezethető, és általában fájdalomra. És ezek között tényleg vannak olyan fájdalmak, főleg az időskori, idült, artrotikus elváltozásoknál, hogy tényleg nincs más, folyamatos fájdalomcsillapítást kell használnunk, és erre most már az állatgyógyászatban több, hála Isten, egyre több alternatíva is van. Ugye, ami már hosszú évek óta megy, ami egy kokszip származék, ez tulajdonképpen azért fontos, mert az nem szteroid fájdalomcsillapító, de annak már egy egészen új generációja, és minden egyes új generációval próbálják a mellékhatásokat csökkenteni. Ennek tulajdonképpen az adagolása roppant kényelmes, indulásnál egy adag tabletta, két hét múlva még egy adag tabletta, és onnantól havonta, 6-7 hónapon át ezt lehet, utána egy hónapot be kell iktatni, mert azért kevés a mellékhatás, de azért van. És tulajdonképpen egy olyan jó éve van a piacon egy újabb készítmény, ami egészen más elgondolásból próbálja a fájdalmat csillapítani, kezelni. Egy nagyon jó nevű gyógyszercég, az egész világ ismeri nevét, amit most nem mondok ki, ő alkotta ezt meg. Tulajdonképpen ők arra jöttek rá, hogy az artrotikus fájdalmaknál ott egy neuropeptid, tehát egy fehérje természetű neuropeptid a sluszkulcs, tehát az indítja el. Márpedig, hogyha egyszer fehérje, az ellen lehet specifikus ellenanyagokat termeltetni, ezt az ellenanyagot beadva az állatnak, kötődik ehhez a fejréhez, és tulajdonképpen kivettük a sluszkulcsot, nem indul el a fájdalom láncreakció. És tényleg ez egy nagyon új elgondolás. Most már egy év után tudom mondani, hogy egész szépen működik, tehát a tapasztalatok is nagyon jók vele. Ez is ugyanúgy havonta egy injekciós készítménynek a használata, nem kell különösebb hókusz-pókusz, mint egy tulajdonképpen mindegy vakcina a bőr alá beadva működik, illetve még az is egy tapasztalat ezzel, hogy néha többet tud, mint egy hónap. Tehát nagyon gyakori az, hogy amikor már mondjuk egy ilyen 2-3 alkalommal sikeresen használjuk, és tényleg a tulajdonos is elégedett, akkor szoktam mondani, hogy figyelje azt, hogy mikor jön vissza. Tehát mikor látja az első olyan jelet, és még ennek az a bizonyos forgalmazott cég nem fog örülni, de tulajdonképpen van, hogy el lehet húzni 5-7, 6-7, van olyan kutyus, amelyek 8 hetente elég ezt adni. Azoknál, akiknél mondjuk egy idült könyök
artrózis, ami elég gyakori kutyán, pont a könyökdiszpláziák, az inkongruens növekedések, bizonyos porcleválások miatt, vagy a csípődiszpláziás állatoknál, amiről mondjuk elég sokan tudnak, hallottak, a tért problémáknál. Tehát nagyon gyakori az, hogy annyira idős a páciens, és mondjuk van neki egy teljesen szétcsúszott térkalácsficama, ami már leköszörülte a szinte a ízületi felszínt, plusz még mellébe jön egy elülső keresztalak szakadás, de az ember erősen mérlegeli, hogy most legyen egy nagyon szépen megműtött idős hullánk, vagy mondjuk egy picit sánta, de egy aránylag jó életminőséget élő állat, akkor én azért általában inkább a másodikat választom, és a tulajdonos is ebbe egyet szokott érteni velem. Én azt szoktam mondani, hogy ennél az injekciós készítménynél úgy nagyjából egy 4-5 nap, tehát egy gyenge hét, tehát hogyha addig nem történik csoda, nem kell kétségbe esni. Tehát attól még onnantól dolgozik. Ugye egész más a hatásmechanizmus. Ez, ami kötődik a ellenanyag, meg az antigén, az a fehérje. És amikor az blokkolódik, onnantól nem engedi tovább pörögni azt a ciklus, de ami már pörög, az azért úgy megy. De tulajdonképpen emiatt egy picit én nekem az a tapasztalatom, hogy nyújtottabb, később jelentkezik az a kedvező hatás. November 5-én megrendezik a Greenfield Nemzetközi Küzdősportgálát a Büki Sportcsarnokban. Erről tartottak szerdán sajtótájékoztatót a szervezők, a sportolók és a város polgármestere. A rendezvényt jótékonysági céllal szervezték meg. A bevételt az Alpok Alja, a Daganatos Gyerekekért közhasznú alapítvány részére ajánlják fel. 5 országból érkeznek sportolók november 5-én Bükkre, hogy részt vegyenek a jótékonysági Ketrechasz gálán. Magyar versenyzők is szép számmal részt vesznek az eseményen. Itt lesz Jóni Máté, az Exatlon Hungary első évadának férfi top 4 döntőse, profi sportoló, háromszoros világkupa győztes és amatőr K1 világbajnok. Ő a főmérkőzésen World Martial Arts Committee világszervezet övért fog küzdeni. Ritkán küzd itthon, de amikor felkérték a jótékonysági gálára, nagy örömmel mondott igent. Általában egyébben egyszer szoktam Magyarországon mérkőzni, az esetek több százalékában külföldön. Pláne így, hogy egy jótékonysági gáláról van szó, szóval azt gondolom, hogy kellőképpen igyekszem majd kiszolgálni a közönséget egy jó mérkőzéssel. A gálán helyi kötődésű versenyzők is ketrecbe lépnek. Guzsván Péter 22 éve foglalkozik küzdősporttal. Magyar bajnoki címekkel büszkélkedhet több szakágban is, grapplingban, kempóban és brazil jiu-jitsuban. Sokat jelent számára, hogy jótékonysági gálán vehet részt, a jó cél érdekében fogadta el a felkérést. Már 2 éve ugye, hogy én is apuka vagyok, ezt át tudom érezni, ezt a sajnálatos dolgot, hogy ugye a beteg gyerekeknek gyűjtünk. Úgyhogy reményeim szerint hát jó sokan eljönnek megnézni minket. A sportolók már nagy erőkkel készülnek a mérkőzésekre. A megvalósulás az nagyon sok energiát és időt vesz igénybe. Igazából sportolóink hónapok óta készülnek a versenyre, nagy erőt vesz ki belőlük is ez a felkészülés, mivel térség környéken Szombathely, Zalaegerszeg versenyzők is indulnak, ezért mindenki elszánt és küzd, hogy minél jobb eredményt érjen el. A gáláról annyit kell tudni, hogy Ketrecbe zajlik majd a gála. A bevételt az Alpok Alja, a Daganatos Gyermekekért közhasznú alapítvány részére ajánlják fel. Karácsonyra nagyon jól jön nekik az adomány. Évek óta támogat minket a rendezvény, és ezért nagyon hálásak vagyunk számukra. A befolyt összeget a Markusovszki Kórház gyermekonkohematológiai részlegén gondozott gyermekeknek a segítésére fogjuk fordítani. Karácsonykor mindig a kezelés alatt álló gyermekek és családjaik részére utalványt osztunk, illetve a karácsonyfájukat is szoktuk finanszírozni, úgyhogy nagyon örülünk ennek a felajánlásnak, mert akkor most így is teljes lehet a karácsony. A Greenfield Nemzetközi Küzdősportgála november 5-én délután 17:30 veszi kezdetét a Büki Sportcsarnokban. A sajtótájékoztatón Farkas Csaba, a Szülőföld Egyesület vezetője elmondta, hogy a belépőjegy mellé mindenki megkapja Finta Sándor Gyermekmosoly című könyvét is, amelyben versek és üdítő gyermekrajzok szerepelnek. Fogyatékkal élő fiatalok számára szervezett horgásznapot a Megyei Szövetség szerdán a Csónakázó tónál.
elsajátíthatták a horgászat alapjait, és a rutinos pecások irányításával saját fogási élményeket is szerezhettek a jó hangulatú délutánon. A hátránnyal élő emberek integrációját és elfogadását segítő program már 6 éve hagyomány. Ezúttal sem maradhatott senkinek üres a szákja. A Tó Árpád utca felőli kis hídjánál gyülekeztek a résztvevők szép őszi időben, jó hangulatban. Kisorsolták a horgászhelyeket és átvették a szükséges felszereléseket, spicbotokat, csalikat, etetőanyagokat. A Féhe Nonprofit Kft. Nappali ellátórendszerében résztvevő fiatalok és a Horváth Zsidányi otthon lakói érkeztek a versenyre. Összesen 16 csapat foglalta el a stégeket. Nem először jössz már így. Már nem. Már másodszor vagyok, ugye ezt a Vaskeszesen is voltunk. És hogy érzed magad ezeket? Nagyon jól. Miért jössz el időről? Mert szerettem. És mi az, amit szeretsz benne? Hogy kifogjuk a halakat, meg hogy feldobjuk a pecabotot. Anikó a fiát Barnabást kísérte el. Jó hangulatú, kellemes délutánra készültek együtt. Nagyon jó kezdeményezésnek tartom, nem csak azért, mert nagyon kedves emberekkel lehetünk együtt, akik nagyon sokat segítenek és tanítanak nekünk, hanem azért is, mert ez egy olyan új élmény, vagy újszerű élmény, ami minden alkalommal szerintem nagyon-nagyon jót tesz a gyerekeinknek. A Megyei Horgászszövetség, valamint az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Szövetségének Vasmegyei szervezete régóta együttműködik. 2016-ban rendezték meg az első ilyen integrált horgásznapot, hogy élményt adjanak a hátránnyal élő fiataloknak. A horgászat, hogyha a technikai részére gondolunk, akkor nagyban elősegíti azt, hogy akár a finomotorikus mozgások és a különböző apró, akár a szerelék összerakása elősegítse az ő fejlődésüket. Ez egy ilyen családi rendezvénynek is mondható, hiszen sok fiatalt elkísérnek a szülei, családtagi. A szövetség is sok mindent tesz a fogyatékkal élőkért. Legutóbb karácsonykor például akvarisztikai eszközöket adományoztak a Nappali Központ ellátottjainak. De nekünk nagyon fontos az, hogy nem csak az egészséges emberek sportja a horgászat, hanem azok is, akiknek egy kicsit nehezebb az életük. Ezért is alakítunk ki fogyatékkal élők számára akadálymentes horgászhelyet. Ezért is van az, hogy a vízpartjainkon próbálunk olyan horgászjegyféleségeket is kiadni, ami a hátrányos helyzetű embereknek kedvezményeket jelent, tehát egybotos horgászjegyet, hogy olcsóbb legyen számukra, és a horgászvizsgában is, hogyha valaki fogyatékkal élő, mentesül alóla. A fogyatékkal élő fiatalok mellé egy-egy segítő sporthorgászt sorsoltak. Többen már összeszokott párost alkotnak évek óta. Én örömmel jövök a kollégáimmal együtt, és főleg, hogyha most megnézzük a mai világhelyzetet, hogy hát azért elég sok gond probléma van, és ilyenkor, hogyha tudunk segíteni, az nekünk is nagyon jó érzés. Az a tapasztalat, hogy akik a mindennapokban számos nehézséggel élnek, és csak rövid ideig tudnak koncentrálni, itt nagy figyelemmel, lelkesedéssel várják a kapást, és minden egyes halnak örülnek. 500 gram! 500 gram! A mérlegelésnél kiderült, hogy egyik szág sem maradt üres. Apró halakat, keszegeket, de még balint is sikerült fogni. Bár nem a versenyzés volt a lényeg, hanem hogy mindenki jól érezze magát, a végén díjazták a legjobbakat. 880 grammos összteljesítményével a Molnár Miklós Málovics Norbert páros győzött. A dobogósok kupát, érmet vehettek át, mindenki emléklappal és szép élményekkel gazdagodott ezen a délutánon. Köszönjük, hogy velünk tartottak, mi kollégáink nevében is nagyon boldog hétvégét szeretnénk kívánni. Viszontlátásra!